A nyírbogáti bölcsödések és általános iskolások műsorát is megtekinthették a meghívott vendégek és a település lakói a Vántus István általános iskola tornatermének átadásán. A mintegy 300 millió forintból központi költségvetési támogatásból felépített új létesítmény avatásán a miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány távlati elképzeléseiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az a feladata, hogy integrálja a környék magyarjait és azokat is, akik átmenetileg a határon kívülre szorultak és ott élik életüket. Kiemelte, a kabinet stratégiai partnernek tekinti a megyét, a települések között pedig 70 milliárd forintot fog szétosztani a kormány a következő hónapokban. Ezek az Európai Uniótól visszakapott pénzek, amelyeknek az a célja, hogy az itt élők életminőségét érdemben javítsa. A települési önkormányzatok pályáztak, Nyírbogátnak például jelen pillanatban 1,5 milliárd forint értékű pályázata van elbírálás alatt, de a többi önkormányzat is benyújtotta már először az elképzeléseit a kormány elé, utána pedig a pályázatát. A dolog lényege az, hogy a települési önkormányzatok között 1200 milliárd forintot osztunk fel országosan, és a települési önkormányzatok elképzeléseit fogjuk támogatni. Ezeknek a célja az oktatás, az egészségügy, a munkahelyek fejlesztése, és különösképpen az életminőségjavító beruházások megvalósítása, de az egésznek van egy gazdasági fókusza, tehát nyilván minden településen azt szeretnénk, hogyha minél több munkahely lenne, és minél több olyan munkaadó, aki adójával képes eltartani nem csak saját magát, hanem még az országban más polgártársainkat is. A miniszter által bejelentett pénzügyi fejlesztési csomag a 90 milliárd forintos keretösszegű területi operatív program mellett nyújthat pénzügyi segítséget a települési önkormányzatoknak. Vannak olyan közszolgáltatások, amelyek topból nem finanszírozhatóak. Ezekre ad lehetőséget számunkra ez a pénzügyi csomag, akár a turisztikai fejlesztéseket nézzük, akár pedig más közszolgáltatásokat, infrastruktúrális munkahelyteremtő beruházásokat. Nyírbogát és környéke az utóbbi években dinamikusan fejlődött, elkészült a szennyvízberuházás, felújították a településen átvezető főutat, és elkészült ez a torna. Terem is, mondta a térségországgyűlési képviselője az eseményen. Simon Miklós szavai szerint a miniszter által bejelentett támogatás további lehetőségeket teremt a község számára. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk a munkahelyteremtés irányába elmenni. Mi is szeretnénk, hogyha ipari terület kialakítása is szóba kerülhetne. Nagyon jó a Nyírbátori Ipari Park, nagyon szeretik az emberek, de én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a térségben más település is kapna lehetőséget ipartelepítésre. Az eseményen elhangzott a testnevelés órákat eddig az iskola aulájában kialakított tornaszobában tartották meg. Az új és tágas tornatermet ezentúl bármikor használhatja az iskola 250 diákja. A régi tornaterem, ami ugye az általános iskolában foglal helyet, az egy nagyon elavult, régi, rossz konstrukcióban épült tornaterem. Az elhelyezkedésében pont az iskola közepén helyezkedik el az aula folytatásában, mellette ugye az iskolában órát adó tantermek helyezkednek el. Maga a tornateremnek nincs megfelelő szellőzése, megvilágítása, tehát mindenképpen ráfért egy új tornaterem az iskolánkra. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemében országszerte 24 településen, több mint 100 tanterem, 25 tornaterem, 24 tanúszoda beruházás és 5 komplett iskolafejlesztés valósul meg.